7 és 8 és 9 és 30. Miután megvolt a 30 mellkas kompresszió, ezután következik a 2 befolyás. Éppen az újraélesztés menetét oktatja a Zai Anna Technikum egyik hallgatója. A képzőintézmény is részt vett a Nyírségi Hospice Alapítvány idei egészségnapján. Az alapítvány ingyenes szűrővizsgálatokat szervezett a Continental Arénában. Mondhatjuk ezt, hogy ez már egy lerágott csont, hogy miért fontos, hogy ezt említeni az embereknek, de én úgy gondolom, hogy ez a szemléletváltás még annyira nem jött létre a lakosság tekintetében, és még nem elégszer kell ezt elmondani, hogy tudatosítani kell azt, hogy igenis sokkal olcsóbb és sokkal biztonságosabb megelőzni, mint azt megvárni, hogy már most bekövetkezzen a baj az egészségi állapotunkba. Az eseményre látogatott Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is. A politikus szerint az egészségmegőrzés terén a megelőzés a legkifizetődőbb. Bizony azért építünk létesítményeket, és nem a legnagyobb beruházásokra kell ilyenkor gondolni, hanem a kisebb szabadidős sportparkokra, tornacsarnokokra, tornatermekre, tanúszodákra, kisúszodákra, amelyeket ténylegesen igénybe is tudnak venni a lakosságtól, akár a családok, akár az idősebb korosztály, de természetesen a gyermekek is. És hogyha mindenki sporttól mozgásgazdagon él, akkor ezzel meg tudjuk előzni a későbbiekben mondjuk az egészségromlást. Úgyhogy a szűrővizsgálatok pont ezért nagyon jelentősek, hogy felhívják a figyelmet, hogyha valahol mondjuk beavatkozást igényel a szervezet. A gyorsabb vizsgálatok közé tartozik a vérnyomás és a vércukorszint mérés. A legnagyobb sor a több percet is igénylő, úgynevezett arteriográfiai szűrés előtt állt. Egy diagnosztikai eszköz segítségével itt az érfalak állapotáról tudnak értékes információkat adni a szakemberek. Népszerű volt a szemészeti szűrés és a csontsűrűség mérés is. Volt olyan stand, amelynél tartáselemzést vizsgáltak. Mivel nem kerül pénzbe ingyenes, ez egy nagyon jó dolog, azt gondolom, és itt nagyon sok minden kiderülhet, ami esetleg addig nem jutott el számunkra, nem tudatosult bennünk, hogy ha van probléma, akkor az itt kiderül, ha magasabbak az értékek, akkor tudunk tovább menni, és ez egy jó dolog. A Nyírségi Hospice Alapítvány egészségnapját hagyományosan a Hospice Világnapja alkalmából szervezi, melyet október 2. szombatján tartanak világszerte.